Újabb négy kérdésben kezdeményez országos népszavazást az országos nyugdíjas parlament. A népszava szerint az egyesület azt szeretné elérni, hogy az idősek ne csak gyerekeik adójának egy részéből, de a vállalatok által odaajándékozható társasági adóból is részesülhessenek. Egy külön javaslatban emellett a milliós nyugdíjak kifizetésének is gátat szabnának. A nyugdíjas parlament abban bízik, hogy a Nemzeti Választási Bizottság hitelesíti a kérdéseket, és elindulhat az aláírásgyűjtés. Az egyesület elnöke egyébként már június elején is az MVB-hez fordult. Karácsony Mihály akkor 5 kérdést hitelesített volna, de a bizottság lesöpörte azokat az asztalról. A népszava most úgy értesült, hogy a nyugdíjas szervezetek augusztus vége előtt újabb népszavazási kérdéseket terveznek beadni a választási bizottságnak. No, és akkor a stúdióban köszöntöm a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnökét, Karácsony Mihály urat. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem fél attól, hogy most is le fognak majd minden csöpörni az asztalról, ugyanúgy, mint ahogy júniusban tették? Hát tartunk tőle, a statisztikai tapasztalatunk azért azt mutatják, hogy a tavaly 134 kezdeményezésből egyet se engedtek át. Az pedig nem egy jó arány. Igen, de azt ennek gondoljuk... Ennek az okát miben látja egyébként? Hát alapvetően azt hiszem, hogy hatalmi oka van ennek. A hatalmi ok az hogy értendő? Hát, hogy a hatalmon lévők nem szeretnék, hogyha a ügyeket, témákat, fontos elintézendő dolgokat a népszavazás döntse el, mert kikerül akkor az ő kezükből, és esetleg nem kívánatos eredményt fog eredményezni. Tehát akik ezt eldönték, ők nem politikusok, meg nem hatalmon lévő emberek, nem? Akik de ezek mind politikusok. Ezek mind. Politika delegálja, és a politikai felkért emberek ők. Értem, de akkor nem politikusok, hanem csak a politikusok, hát delegálják. A politikusoknak a megbízásából vannak. Értem. Ott. És akkor önnek az a véleme, hogy miután politikusok delegálják, ezért politikailag determinált itt várhatóan az eredmény. No, menjünk tovább, lépjünk tovább ezen. Van most ugye 4 kérdésük, amivel kapcsolatban szeretnék elérni, hogy ebből is legyen népszavazás. Csak gyorsan menjünk végig mind a 4-en. Ez például egy kérdés, ami itt a felvezetésünkben szerepelt, hogy ne legyenek kiugróan magas nyugdíjak Magyarországon? Igen. Tehát meghúznák a határvonalat 600 ezer forintnál? Hát nem közvetlenül 600 ezer forintnál. Hogy szól a kérdés? A kérdés... Ma az a hatályos jogszabályi rendelkezés, hogy a 372 ezer forint fölötti átlagjövedelem után a nyugdíjszámítás szempontjából az ez fölötti résznek csak a 90%-át kell figyelembe venni. Tehát van valami határ. Mi ezt a 90%-os határt magasnak tartjuk, és mi szeretnénk levinni 10%-ra. Tehát azt jelenti, hogy... 90-ről 10-re? Igen. Az nem kevés. Pontosan 372 ezer és 420 ezer forint közötti átlagjövedelem után ennek csak a 10%-át kelljen figyelembe venni, a 420 ezer forint fölötti összegnek pedig csak az 5%-át kelljen figyelembe venni. És ez állítaná be nagyjából egy 600 ezer forintos maximális nyugdíjat. Miért örülnének ennek az éppen érintett nyugdíjasok? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a társadalmi hasznosság szempontjából, aki ma már abban a társadalmi státuszban van, hogy nyugdíjas, ott már ezt a különbséget, ami több mint 100-szoros különbség nyugdíjas és nyugdíjas között, ez szerintünk igazságtalan. De ezt érezni maga a nyugdíjas is, aki mondjuk az aktív éveiben jó sokat dolgozott, lehet, hogy azt mondja, persze, hogy azért kerestem mennyit, mert nagyon értékes volt az én munkám. Az nagyon helyes. Tehát, amikor és akkor azt mondja, hogy ne keres, vagy az, hogy ne keresen, ne kapjon ennyit majd nyugdíjas hát évében, mint amennyi jár. Hát most már csak ő nyugdíjas. A társadalom és számára akkor... ugyanazt a hasznot hozza, mint egy kocsikísérőnek, vagy egy hentesnek, vagy egy bölcsődé dolgozónak. Akkor nem kell sokat kapni egy nyugdíjasnak önök hát szerint. Akkor már, amikor a társadalom ugyanabban a státuszban van, akkor szerintünk már ez a különbség már indokolatlan. Értem. Értem az érvelését, de hogy ezt ki hogyan fogadja el, az nyilván már másik kérdés. Na menjünk azt kell tovább. Tudni, azt kell tudni, az adó 1%. Azt kell tudni, hogy több mint 1 millió ember 100 000 forint alatt kap. Na ez látja probléma? Mert hogyha önök most azt mondanák, hogy ezért kell küzdeni, hogy ne 100 000 forint alatti nyugdíjak legyenek Magyarországon, azt szerintem azzal mindenki egyetértene. Ezt is mondjuk. Ezt is mondják.
Ez is benne van a négy kérdésben? Ebben a négyben nincsen, de már korábbiban benne volt, és... Amit lesöpörtek az asztalról. Igen, és... De ebből az előbbi lesöprésre utaló megjegyzésből egy kérdésbe mi tovább mentünk a kúriához, uh-huh. és fellebezést nyújtottunk. És hol tart ez az ügy? Hát július 17-én adtuk be, és 90 napja van a kúriának, tehát szeptember 17-éig dönt a kúria róla. És hogyha az önök számára kedvezően dönt? Akkor elkezdődik az aláírásgyűjtés, és népszavazást fogunk kényszeríteni. Akkor lehet, hogy ennek lesz majd egy pozitív fordulata. Na, amíg Igen. eljutunk majd oda, vagy amíg önök eljutnak Igen. oda, akkor menjünk a másik háromra. Van itt ez az adónk 1%, amit ugye Igen. civil szervezeteknek, alapítványoknak lehet felajánlani, és ugye az egyházaknak. Szeretnék ezt kiegészíteni azzal, hogy szülőknek is lehessen felajánlani az adónk 1%-át? Igen, ugye azt kell ehhez tudni, hogy közel 4,5 millió állampolgárnak kell személyi jövedelmet adni, és mindenkinek lehetőség van, hogy rendelkezzen az adójának az 1%-ával. Jelenlegi tapasztalat az, hogy kevesebb, mint a fele rendelkezik a személyi jövedelemadó 1%-ával. És mi azt szeretnénk, hogy ez az összeg, ez a lehetőség mindenkinek megadatik, hogy a saját nyugdíjas szülőjének felajánlása ezt a bizonyos 1%-ot. Ez az 1%, ez nagyjából olyan 6000 és 20000 forint körüli általában a személyi jövedelem 1%-a, és azt gondoljuk, hogyha benn marad ez az összeg, mert amit nem utalnak, nem rendelkeznek e fölött, akkor az a költségvetésnek a része. Tehát azt gondoljuk, hogy a saját nyugdíjas szüleinek is felajánlhassa a adózó. Van erre bármilyen nemzetközi példa egyébként? Nem tudok róla. Nem tud róla. Ez abszolút egy ilyen saját ötlet lenne. Nem lehetne ezzel visszaélni, elnök úr? Hát amennyiben valaki azt hazudja, hogy az ő szüleinek utalja, és nem a szüleinek utalja, akkor nyilván az ki fog derülni a technikai megvalósítás során. Hát de akkor ezt kőkeményen kellene ellenőrizni. Mi a helyzet a TAO pénzekkel? Mert ugye ezen a téren is szeretnének egy kicsit kiegészítéseket tenni. Igen, a társasági nyereségadóról is lehet rendelkezni a cégeknek, a tekintetben, hogy a költségvetésnek fizeti-e be, vagy meghatározott célcsoportra biztosítja. Legyen ez a csapatsportok, legyen ez a filmforgatás, vagy az élőzeneszolgáltatás, és stb. Stb. Még egy gyors kérdés, amelyen csak nagyon röviden válaszoljon. Most megvan a négy kérdés, a menet, a folytatás az mi lesz? Benyújtották már? Benyújtottuk tegnap a négy kérdés, 30 napon belül a Nemzeti Választási Bizottságnak döntenie kell, és pozitív döntés esetén elkezdődhet az aláírás, ha nem, akkor megvizsgáljuk a elutasítás indokait, és ha kell, akkor a kúriához fordulunk. Legközelebb találkozunk akkor itt a stúdióban, úgyhogy akkor már tudjuk, hogy merre van arccal előre. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen.